Köszöntöm a kedves nézőket, önök a Weekendet, a Kölcsei Televízió programajánló műsorát látják. Múlt heti adásunkat egy könyvajánlóval zártuk, most pedig azzal indítjuk a műsort, hogy megmutatjuk, milyen volt ennek a hivatalos bemutatója. Később a nőnapra hangolódva egyedi ékszereket és virágcsodákat láthatunk majd a stúdióban, de szó lesz vasúttörténelemről, családfakutatásról és civil díjról is. Érdemes lesz velünk maradni. Miért annyira fontos könyv az Arszenyi atya története? Amikor az első kötetet megkaptam a Kármelita nővérektől, akkor nyomban elkezdtem olvasni, és a történetei, a könyvben leírt történetek, életsorsok engem is nagyon-nagyon meghatottak, megrendítettek. Most nem tudom elmesélni, miről szól az egész könyv, de a szovjet hatalom kegyetlenségei nyomán nagyon szépen tanúságot tevő atyának az élettörténete és a hozzá kapcsolódó élettörténetek találhatók benne. Nem csak most, hanem minden élethelyzetben nagyon sokat ad, és úgy éreztem, hogy ha nekem papnak nagyon sok tanúság formálódik, fogalmazódik meg ezeken a életsorsokon keresztül, biztos vagyok abban, hogy mások is így vannak ezzel. Akkor én nem gondoltam, illetve akkor arra gondoltam, hogy ezt minél több emberhez el kell juttatni, és sok embernek ajándékoztam, főleg fiataloknak, de idősebbeknek is. Megvettem több könyvet, a Kármelták adták ki az első kötetet, és aztán persze egy évvel később a másodikat is, tavaly előtt és tavaly jelent meg az első és a második kötet. És hát a mai korban, amikor egyre inkább eltávolodnak az emberek az Istentől, fontos és jó lehetőség szembesülni azzal, hogy a mieink, a mi életünknél sokkal súlyosabb szenvedésekkel teli sorsok vannak, amelyek közepette mégis meg lehet találni az Úristent és az Isten segítségét. Így aztán azt remélem, hogy a könyv erejénél fogva sok embernek tud segíteni. A nehéznek tűnő, mindenki a saját életét tartja nehéznek, a nehéznek tűnő élethelyzetekben tanácsot, és inkább azt mondom, hogy biztatást ad arra, hogy lehet az Istenhöz fordulni, és megsegít minden élethelyzetben az Úristen. A kötet fordítója Lacházi Aranka, az ELTE Szláv Filológiai Intézetének tanára, aki általában kortárs irodalmi alkotásokat ültet át magyar nyelvre. A műfordító a két köteten egy éven keresztül dolgozott. Elég messziről érkeztem ez a könyvhöz, nem egészen az én világom ez a spirituális világ, tehát nagyon nagy kihívás volt, de nagyon szép kihívás ráhangolódni erre a szövegre, és ugye ahogy egyre haladtam a szöveggel, egyre jobban sikerült ez a ráhangolódás. Nagyon sok mindennek utána kellett néznem, természetesen nagyon ugye, gazdag a szöveg, különböző idézetekben, szentírásból, imádságokkal van tele. Tehát ezeket mind pontosan idézni a megfelelő formában, ez is egy ugye, hát elvárás egy fordítással kapcsolatban nyilván. Egyébként pedig nagyon sokat adott nekem a szöveg maga, tehát úgy érzem, hogy nagyon sok minden elgazdagodtam, miközben fordítottam ezt a szöveget. És hogyan találta meg ez a feladat? Ezt egy nagyon kedves ismerősöm adta kezembe ezt a könyvet, és kért meg arra, hogy fordítsam. Én szerintem elmondhatom, hogy a gimnáziumi orosz tanárom volt, aki ilyen bizalommal volt irántam, és emiatt különösen kedves nekem ez a fordítás, mert hogy ilyen ismeretség alapján, barátság alapján került a kezembe a kötet. Két nagy kötetről beszélünk, mennyi idő alatt készült el vele? Én azt hiszem, hogyha összeadom azokat a hónapokat, mikor dolgoztam vele, körülbelül egy évet mondhatok. Szakaszosan történt a fordítás, ahogy idő engedte, de körülbelül egy év, azt gondolom. Kettős apropója van ennek a könyv bemutatónak. Egyrészt a kommunizmus áldozatainak az emléknapja, amelyről szeretnénk mi is megemlékezni. A másik pedig az, hogy kiadták ezt a könyvet, amely egyházi körökben nagyon hamar nagyon népszerű lett. Nekem személy szerint a könyv azért tetszik, mert én szívesen olvasok erről a témáról, és szívesen nézek ilyen dokumentumfilmeket is, amelyek a gulágot
megjárt emberek életét dolgozzák föl. De tudom azt, hogy nagyon sokan nyomasztónak tartják az ilyen jellegű könyveket vagy filmeket. És talán ez az első olyan könyv, amit sokan úgy vesznek kezükbe, hogy nem levert érzés vesz rajtuk erőt, amikor a végére jutnak, hanem igazából megkönnyebbülnek, hogy a lelküket valahogy fölemeli ez a könyv, akár vallásosak, akár nem. Ezért gondoltuk azt, hogy ezt a könyvet népszerűsítenünk kell. Mi a titka ön szerint annak, hogy ennyire felemelő a végére ez a nehéz olvasmány? Nekem a felemelő az benne, hogy tele van olyan személyekkel, akik nem csak túlélték ezt a borzalmat, hanem elmélyült a hitük, bölcsebbek lettek, szóval olyan tapasztalatra tettek szert, amilyenre ember nem tehet szert itt a Földön, csak ilyen körülmények között. És éppen ezért nem is csak a szánalom, ami bennem fölébred, hogyha olvasom az életüket, életrajzukat, hanem szinte, nagyon bizarr ezt kimondani, de egyfajta irigység kél bennem, mert ők ebben a szenvedésben, ennek a szenvedésnek a tengerében, amit ők megéltek, lehetőséget láttak, hogy valamiféle titokzatos terv szerint nekik ezen túl kell menniük, és ők megpróbált, és még értékesebb emberek lesznek. És aztán, amint a könyv végére érünk, akkor tényleg felfedezzük, hogy mások számára is jóság forrásává váltak ezek a személyek, akik átmentek ezen a borzalmon. De úgy, hogy bíztak abban, hogy ennek van értelme, még akkor is, hogyha adott pillanatban tényleg csak meghalni volt kedvük, és mégis erőt vettek magukon. Ez az, ami a könyv titka szerintem. Uraim, hamarosan itt a Nemzetközi Nőnap, ilyenkor általában virágokat kapnak a hölgyek, hamarosan erről is szó lesz, azonban jó alternatíva lehet egy egyedi fülbe való is. Vendégünk Fekete Éva, ezúttal ékszerkészítőként. Szia, jó estét! Jó estét kívánok én is, szia! Hát engem megleptél, de persze az, aki téged ismer, és mondjuk már több éve vagy évtizede, azt tudja, hogy ez nem egy ilyen légből kapott ötlet, hogy te most ékszert készítesz, illetve hát a Panyola Fest kapcsán ugye tudjuk a kreatív oldaladat, meg hogy tervezőként is dolgozol, úgyhogy egy picit akkor ugorjunk vissza a múltba, hogy indult ez az ékszerkészítői szenvedélyed, vagy a vonzalmad az ékszerek iránt? Művészeti szakközépiskolába jártam itt Nyíregyházán, és egyfajta ilyen zseppénz kiegészítésnek készítettem már akkor is ékszereket, és akkor ismerkedtem meg ezzel a polimer anyaggal, amit akkoriban külföldről tudtunk beszerezni, a nagymamám hozta be nekem, de először tőle kaptam egyáltalán ezt az anyagot, és akkor még nem volt ugye internet, meg semmilyen szakirodalma nem volt ennek az anyagnak, úgyhogy magamtól kellett kikísérletezni, hogy hogyan kell használni. És hát ahogy teltek az évek, úgy mindig az ékszereknél úgy kikötöttem néha, hogy különböző anyagokból készítettem mindenféle olyan tárgyakat, amik egy női viseletet kiegészíthetnek. Korábban sokáig textilből, meg horgoltam, meg mindenféle anyagokból, filcből, ilyesmiből készítettem ékszereket, és akkor valahogy nem tudom most, tavaly év végén eszembe jutott ez az anyag, és akkor elővettem, és akkor most már tudtam olyan szakirodalmakat, meg olyan anyagokat elővenni az internetről, amiből így egy kicsit felturbóztam ezt a régi hobbit. Ez érdekes lehet, mert ugye hát a művészeknek vannak korszakaik, aztán persze az élet néha elsodorja, és lehet, hogy éppen nem is azzal foglalkozik, amivel, de hát azért mégis szerintem azt a fajta szenvedélyes tehetséget, ami ott szunnyad, azt nem lehet teljes mértékben elfolytani, és néha mint egy vulkán feltör. Úgyhogy most egy ilyennek vagyunk itt, mi a szemtanúi. Említetted, hogy amikor nagymamát hozta, akkor még kísérletezni kellett ezzel az anyaggal. Sok hulladék keletkezett? Tehát sok ment kárba a kezdeti kísérletezéskor?
Meglepő módon nem. Tehát nagyon óvatosan, szépen, fokozatosan, talán abból is ered az, hogy nem volt olyan nagyon sok selejt, mert hogy a művészeti szakközépiskolában is én kerámia szakon végeztem, tehát hogy az, hogy egy lágy anyagból utána hőkezeléssel valami szilárd lesz, ez valahogy így nem állt messze tőlem akkor sem. Úgyhogy szépen fokozatosan tapasztaltam ki azt, hogy mit bír ez az anyag. Akkor ilyen nagyon nagy tömbökben lehetett beszerezni, és egyetlen szín a fehér volt elérhető, úgyhogy azt kellett kitapasztalni, hogy milyen színeket bír el, meg hogyan lehet színezni az anyagában, utólag. Meg hát az is egy nagyon nagy kihívás volt nekem, hogy akkor így tiniként, és ebben az anyukám is nagyon sokat segített, hogy tudjuk úgy kiégetni, hogy ne olvadjon meg, mert azért ez az anyag, hogyha valamihez hozzáér, akkor meg tud olvadni, hogyha közvetlenül éri a hő, nem sugárzó hőként, és hát ezt ki kellett tapasztalni akkor, és hát nagyon meglepő háztartási körülmények között is olyan profit fejlesztéseket végeztünk anyukámmal, hogy most látom, hogy ezeket az eszközöket nyilván milyen házi barkács verzióba készítettük el annó, de ezeket nagyon hasonlóan most már lehet kapni. Ugye itt most nagyon-nagyon sok színt látunk, persze vannak a klasszikusok, a fekete, fehér és arany, ami azt gondolom, hogy minden nőnek valahol becsempészhető az öltözékébe, és azok a színek, amik most ebben az évben igazán divatosak, tehát a türkiszek, ezek a kicsit ilyen retro színvilágot idéző színek, a nagyon erős sárga, vagy a fagyi zöld, vagy a rózsaszín, úgyhogy azt nem lehet mondani, hogy nem változatosak, és ugye formájukban is nagyon modernek, és néha meghökkentőek a párosítások is. Ez úgy működik, hogy előtte azért csinálsz valami kis közvéleménykutatást, vagy megnézed az aktuális trendeket, vagy egyszerűen itt is gyakorlatilag a művész az, aki dolgozik, tehát szabad kezet adsz a fantáziádnak, és aztán a vége mégis egy harmonikus tárgyá szelídül. Általában úgy szokott lenni, hogy valamilyen új színnel vagy technikával kísérletezek, és akkor mondjuk van valami új forma is, ami izgatja a fantáziámat, vagy esetleg vannak olyan kiegészítők, ugye ezek a fém alkatrészek, amikről eszembe jut valami, és igazából menet közben kísérletezem ki, hogy mi passzol egymáshoz. Én sokszor veszem észre magamon, hogy nem is inkább, mint alkotó gondolkodom én ezeken a dolgokon, hanem mint egy csaj, hogy venném én ezt föl, meg mihez. Fel is próbálod, amikor elkész? Hát van, amelyiket igen, de egyébként nem. Tehát én eleve a nagyobbakat szeretem, a nagyobb ékszereket, úgyhogy az első, a visszatérés első darabjai, ezek a nagyon erős kontrasztos, nagyobb darabok, ezek inkább az én ízlésemnek megfelelőek, és ahogy telik az idő, meg felmérem körülbelül, hogy mi az, amire a hölgyek is mozdulnak, egyre kisebbeket készítek. Nem bevállalósak annyira az én ügyfélköröm, ha mondhatom így. Próbálok mindenkit a kísérletezés felé terelgetni. De olyan ez, mint egy ruha, hogy fel kell próbálni, mert néha kiderül, hogy amiről azt gondolod, hogy na hát ez biztos nem jó, az fölvéve pedig egy egészen más arcát. Így van, és hát én addig szoktam nyaggatni a kedves ügyfeleket, míg a kedvemért fel nem próbálják, és akkor sokszor volt már olyan, hogy hát ő ezt nem is gondoltam volna, hogy ez neki jól áll, és megmaradt nálam. És életük párja esetleg, aki mondjuk, mert ugye most itt azzal kezdtük, hogy nőnapon milyen jó ötlet meglepni. Nem tudom, hogy hány olyan kifinomult ízléssel rendelkező férfi van, aki pont eltalálja. Bár mondjuk nekem van ilyen házas pár ismerősöm is, hogy a férje veszi a parfümöt, ő veszi az ékszereket, és mindig eltalálja. Én szerintem, ha igazán őszintén akarunk lenni, akkor hogyha tényleg egy olyan meghitt párkapcsolatban van valaki, mondjuk már akár évek óta a párjával, akkor valójában neki is akar tetszeni, tehát amit ő vesz, az azt a képet mutatja általában, amilyennek ő szeretné látni. Nyilván vannak nagyon nagy melléfogások, de én általában olyanokkal szoktam találkozni, akik
vagy kifigyelik, hogy a párjuk mi volt az, aminél úgy lelassított és nézegette, vagy mondjuk megkérdezik esetleg tőlem, hogy ahhoz javaslasz? Az artformához, színekhez mit javaslok. Én azt vettem észre, hogy a fiúk bevállalósabbak, tehát hogy szeretnék, hogyha nagyobbakat, élénkebb színűeket, tehát hogy szeretik, a férfiak szeretik a nagy, vagyis hát ők máshogy látják a nőket. Az jutott eszembe, hogy tudod, ha már veszek, akkor jó ne legyen, és az messziről látszon. A műgyanta bevonat, azt gondolom, hogy az élettartamát is növeli az ékszereknek. Így van, és ad neki egy fényt is. Úgyhogy ez nekem is egy új, és nagyon-nagyon jól lehet vele játszani, hogy kontrasztosá tenni ennél például ennél a feketénél, uh-huh. A felső része az műgyanta bevonatú, ami az alsó része azon pedig nincsen, tehát hogy ez is ad neki egy nagyon jó kis kontrasztot, illetve nagyon kiemeli a színeket, tehát ezen tudom megmutatni, hogy ez egy műgyanta, uh-huh. nélküli felület, és ugyanaz az anyag így néz ki műgyantával kezelve, tehát ez ugyanaz a két anyag, tehát nagyon jó kiemeli, ad neki egy olyan üveglencse hatást, amitől felélénkülnek a színek, és sokkal plastikusabbá válik, ez egyébként teljesen egyszerű anyag. Hát úgy gondolom, hogy meg akár egy konkrét elképzeléssel is meg lehet téged támadni, abszolút, hogy valaki különlegeset szeretne, és akkor itt most ugye fülbevalókról beszéltünk, de természetesen azért itt a repertoár bővülhet egy nagyon karakteres medállal, vagy egy klassz karkötővel, mert én úgy gondolom, hogy azért általában a nők nagy részét az ékszerrel mindenképpen. Biztos, igen. Tehát a nőknek nem a hasán keresztül, hanem az ékszereken keresztül vezethet az út a szívéhez. Évi, köszönjük szépen ezeket, köszönöm. A csodás ékszereket, reméljük, hogy kedvet kaptak a fiúk is ahhoz, hogy vásároljanak. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ha jól figyeltek, akkor elhangzott, hogy milyen anyaggal vannak bevonva ezek az ékszerek. Ha ezt megírják nekünk szokásosan Facebookon, kommentben, nyerhetnek egy pár fülbevalót, uraim, nőnapi ajándéknak is tökéletes lesz, úgyhogy most pedig, amíg az ékszerek átadják a helyet a virágoknak, addig megmutatjuk, hogy milyen volt az értékes Barangolás című vetélkedő középdöntője Nyíregyházán. Miután elindult a stopper, már is folytatódik a verseny. Ezúttal nem a lexikális tudást pontozza a zsűri, hanem azt, melyik csapat rakja ki leggyorsabban a vármegyei épületek képét puzzle darabokból. A tét nem kevés, hiszen az értékes barangolások középdöntőjében dől el, mely csapatok jutnak be a döntőbe. Máté Szalkáról érkeztünk a Kávé János Református Általános Iskolából, és 8. osztályosok vagyunk. Nemzeti értékekkel, kiemelkedő nemzeti értékekkel és hungarikumokkal kapcsolatos feladatokat, és volt benne ilyen, amikor tableten kellett megoldani feladatot, volt olyan, hogy kirakót kellett megcsinálni, és ilyen kompetencia jellegűek is voltak. Baracsi Endre, a vármegyei értéktár elnöke elmondta, ugyanezen a napon összesen 3 középdöntőt szerveztek, így Vásárosnaményban és Kemecsén is összemérték a diákok egymással a tudásukat. Mindig az a tapasztalatunk, amely megerősít bennünket, hogy elégen is van igény, és nagyon jó érzés, mint akár zsűritagként, vagy akár szervezőként mindig töltődünk ezekből a vetélkedőkből, és jó érzés látni azt, hogy a gyerekek mennyire szeretik, és valóban mennyire felkészülten várják ezeket a vetélkedőket. Ugye, ahol most vagyunk, az egyik középdöntő helyszín, de a középdöntőkből már 2 lezajlott, hiszen Vásárosnaményban és Kemecsén is volt már itt a nyíregyházi helyszín mellett egy-egy középdöntő, ahol mindenhol 6-6 csapat mérette meg magát, 3 általános iskolás, 3 középiskolás, és mindenhonnan egy-egy csapat jut tovább a döntőbe, tehát a döntőbe is majd 6 csapat lesz, amelyet szintén itt Nyíregyházán tartunk majd meg. A Magyarok Nagyasszonya Társ Székes Egyház látható a képen. Minden megyei iskolának, általános és középiskolának elküldtük a jelentkezési lapot, és több mint 100 csapat jelentkezett. Tehát akik ide eljutottak, ők már egy nagyon komoly sikert értek el, hiszen egy online forduló keretein belül azok kerülhettek ide, akik a legjobbak voltak, és most pedig közülük most már így interaktív módon, tehát itt most már fizikailag meg kell, hogy mutassák a tudásukat, és így kerülhetnek be a döntőbe. És azt még mindenképpen szeretném elmondani, hogy ez a megyei döntő majd nem a végleges célállomás lesz, hanem még itt a megyei döntőknek országos
országosan a nyertesei, ők pedig egy országos döntőn mérettethetik meg majd magukat. Bízunk benne, sőt biztos vagyok benne, hogy hasonló sikerrel, mint eddig. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei csapatok majd valóban méltán fogják képviselni vármegyénket, hiszen többször volt már arra példa, hogy a végső győzelmet is vármegyei csapat hozta el. Mi erre nagyon büszkék vagyunk, és egy visszaigazolás annak a munkának, amelyet végzünk. Nagyon komoly technikai díjak lesznek majd, tehát ilyen interaktív és digitális eszközöket is tudunk kiosztani majd a döntő során. Most még itt a középdöntőben könyvjutalmakat kapnak, és hát bízom benne, hogy azért ezt is majd örömmel forgatják a résztvevő csapatok, és arra figyeltünk azért, hogy mindenki kapjon valamit, senki ne menjen haza üres kézzel, hiszen azért a sikerélmény az úgy gondolom, hogy mindenkinek jár, pláne azoknak, akik már valóban ide a középdöntőig eljutottak. Úgyhogy amellett, hogy valóban bízunk abban, hogy ez az értékmentő, értékőrző küldetés, ez mindenki számára érdekes, amellett azért természetesen szerettük volna a jutalmakkal is egy kicsit jelezni, hogy ennek az eseménynek azért valóban van egy komoly rangja. Hogy egy ilyen komoly vetélkedő van, akkor az ember megéhezik, esetleg megszomjazik, és hát pótolni kell az energiát. És szerettünk volna arra is figyelni, hogy olyan ételek kerüljenek az asztalra, amelyek jellemzőek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére, és esetleg mondjuk akár a hungarikumok között, vagy az értéktárban szerepelnek. Természetesen a pálinkákat, azokat most nem raktuk ki, de a szabolcsi alma, a milotai dió, a szilvalekvár, vagy éppen a tiszaadonyi kecskesajd mind-mind megtalálható ezen az asztalon. Az asztalon már színpompás és illatos virágok sorakoznak, velem szemben pedig Zita és Zsuzsa, akikkel a nőnapról beszélgettünk. Sziasztok, jó estét! Hát itt éppen azon gondolkodtam, hogy gyakorlatilag, amikor én eltolom a kosaramat a ti virágüzletetek előtt, akkor én ott mindig azt látom, hogy valaki melózik gőzerővel és köti a virágokat. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy az emberek szeretik a virágot, tehát sok jó ember lakik ebben a városban, és tényleg mindig van valamilyen olyan alkalom, amire azért mégiscsak egy szép csokorral, vagy egy ilyen csodálatos kompozícióval azt gondolom, hogy illik megjelenni, vagy ha nem is, minden esetre nagy sikert aratnak. Most ugye nőnap közelettével elsősorban a fiúk, a férfiak, a családfők azok, akik valamilyen virággal szeretnének szeretteiknek kedveskedni. Hát szerintem jön a tavasz, úgyhogy gondolom, hogy mindenféle színben pompáznak ezek a növények. Mik a legnépszerűbbek most, hogy látjátok? Nőnapkor általában inkább a tulipán tavaszi virág, jácint, narcisz, és a tulipán szegfű még esetleg, ami szóba jöhet. Fontos az, hogy illata is legyen a virágnak, vagy ezért általában a látvány az, ami jobban elviszi? Valaki szereti a illatos, igen. Hát ugye a jácint és a narciszok, azok valóban a tavaszt idézik. Valaki csak egy szállal készül, mások pedig azt szeretik, hogyha minél nagyobb és minél díszesebb. Hogy gondoljátok, van ebben valamiféle etiket, hogy kinek mit illik, idősebbnek, fiatalabbnak, lánynak, asszonynak, vannak-e bevált udvariassági tippeitek? Hát vannak, igen. Tulajdonképpen az a lényeg, hogy a nőknek általában páratlan számú virágokat visznek. De egy nagyobb csokornál már ez így megbomlik. Meg hát ezek a virágok látszik is a dobozon, hogy azért sok pici kis virág van rajta, úgyhogy ez itt már bomlik igazából. De azért ezt a páratlanságot, ezt mindig igyekszünk javasolni. Persze, természetesen vannak évfordulók, stb. Akkor a páros számú virágokat is elviszik. És amit én látok, hogy most már azért a kompozíciók sem olyan egyszerűek, tehát nem csak egy egyszerű cserépbe készülnek, hanem hát nagyon széles a skála. Mi mindenbe lehet beleültetni ezeket a gyönyörű virágokat? Bármibe. Dobozba, kosárba, kaspókba, bármibe bele lehet ültetni. Ez úgy néz ki, hogy valakinek van egy konkrét elképzelése, amikor bemegy, vagy amikor ott meglátja azt az eleve nagyon színes kínálatot, akkor vagy kap egy tippet, vagy esetleg elbizonytalanodik az eredeti ötletében.
Hát általában elbizonytalanodnak igazából, sokan lefényképezik, átküldik, megnézik, sokszor körbejárják a történetet. Valakinek az is jó, amit mi készítünk, de valakinek tényleg konkrét elképzelése van. Az internet világa azért már megnyitott sok mindent ezzel kapcsolatban, és akkor hozzák a képeket, ilyet szeretnének, ilyen színvilágot, olyat. Úgyhogy tényleg nagyon széles a tárház. Gyakorlatilag ugyanúgy mondjuk, ha valaki hoz egy fotót, képesek vagytok egy az egybe ugyanazt elkészíteni, hogyha az adott növénnyel rendelkeztek, vagy azért belefér egy kis szabolcsi kreativitás? Általában megtudjuk, hogyha van mindenféle fajta virágunk, ami ahhoz kell, akkor megcsináljuk, de sokat szoktunk azért javasolni, hogyha esetleg nem úgy látjuk, hogy valami nem lenne szép benne, cseréljük, vagy pótoljuk más virággal. Honnan egy kicsit kerülnek ezek saját ízlésre próbáljuk csinálni. Honnan kerülnek ezek a szép növények ide Nyíregyházára? Hát legtöbb Hollandiából. Az, hogy mondjuk messziről utaznak ezek a növények, az együtt jár azzal is, hogy amikor már oda kerül mondjuk az ajándékozotthoz, akkor már valamilyen speciális gondozást kell alkalmazni? Tehát erre vonatkozólag mit tudtok mondani, mondjuk egy ilyen dobozba összeállított gyönyörű csokrot hogyan gondozzunk otthon? Hát ezzel van talán a legkevesebb gond igazából, mert ez csak tényleg egy pici vizet kell adni. 24 óráig tartja az oázis maga, amiben van, és utána, 24 óra után tényleg nagyon pici vizet kell mindig ráönteni, mintha egy kis vázában mindig öntenénk egy kis vizet, hogy frissüljön, de ennyi tényleg. A rózsákat érdemes visszavágni amúgy. Egyébként minden virágot, mielőtt vázába raknánk a virágot, vissza kell vágni, és ezt azért meghálálja. És a friss víz. És hát akkor gondolom, hogy amikor látjuk, hogy egy-kettő már egy picit veszít az üdességéből, esetleg ki lehet venni, aztán a végén is marad még valami, tehát akár a hölgyek otthon is ezt tovább gondozhatják, vagy formálhatják. Említette Zita ugye, hogy a tulipán az igazán népszerű, és különleges növényekből, ami azért nem mindennapi, mi az, amit keresnek? Hát most igazából szerencsehozó dolgokat általában. Tényleg? Ez igen. Mit jelent? Hát az emberek, igen, a bambusz, igen. A bambusz például, vagy most ami a legújabb, a vadkakó. Azt nem tudjuk, hogy honnan, de mostanában sokan keresik, hogy az szerencsét hoz igazából. És akkor a bambusznál pedig megszámolják, hogy hány kis darab van benne, és akkor a 21-es és a 8-as állítólag nagy szerencsét hoz. Akkor tulajdonképpen ti is folyamatosan tanultok valamit, lehet igen. Ezt mondani. Minden nap. Ugye ti egész nap a gyönyörű növényekkel vagytok körbevéve, de hát mégiscsak ti is csak nők vagytok és hölgyek vagytok. Mondjuk, ha ti kaptok növényeket, vagy virágokat, vagy egy csokrot, azt mennyire szakmai szemmel nézitek, vagy a szívetek az ilyenkor egy kicsit azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy hogy néz ki az a lényeg, hogy szeretettel adták. Szerintem ez elkerülhetetlen, hogy szakmai szemmel ránézzünk, de ugyanúgy örülünk neki. De már általában szerintem, akitől kapjuk, akkor ők már tudják, hogy inkább az én kis kerti virágokat, ami nálunk nincsen, azokat szokták hozni. De ritkán kapunk egyébként, nem megkritizálni. Igazából. Nos, hát akkor szerintem ebben is megnyugtathatjuk a fiúkat, férfiakat, papákat, nagypapákat, hogyha ilyen szakértők segítségét kéritek, akkor nem lehet mellé trafálni, biztos, hogy a legszebb kompozícióval kopognak majd be életük párjához, úgyhogy köszönjük szépen, és nagyon sok és ilyen gyönyörű munkát kívánunk nektek és a kollégáitoknak is. Köszönjük szépen! Kedves nézőink, ennyi fért a Weekend első részébe, de ne menjenek messzire, a híradó után azonnal folytatjuk a második résszel. Kedves nézőink, a következő percekben utazunk, méghozzá vonattal vissza a múltba. A Nyíregyháza Ungvár vasútvonal megépítéséről, történelméről és jelentőségéről tudhatnak meg mindent a Vasutas Művelődési Házban, ahol térképek, fotók, dokumentumok alapján nyílt nemrég egy kiállítás. Ez az alaprajz, ez ennek a bizonyos vasútvonalnak, tehát a Magyar Északkeleti Vasút által épített Nyíregyháza Ungvár vasútvonalhoz kapcsolódóan az állomás átalakítása. Tehát a piros vonalak azokat a vágányokat jelölik, amelyeket az állomás bővítése miatt kell megépíteni a terv szerint, illetve itt egy önálló fűtőházat,
hogyha most valaki úgy képzeli, hogy a gyalog felüljárónál mai napig ebbe az irányba megy a dohánygyárnak a kerítése. Tehát valamiért így maradt. Nyilván tulajdonjogi viszonyok, tehát a telekhatár az egy nagyon kényes dolog. Nem változott azóta sem számomra. Ez egy nagyon érdekes dolog. Képeslapról szinte mindenki ismeri a Tiszavidéki Vasúttársaság által épített állomásépületet, amit elsőnek nevezünk, viszont ezt az épületet, ami nagy valószínűséggel itt helyezkedett el, ezt nagyon kevesen ismerik. És ugye amikor beszámolzzák, hogy hány felvételi épület volt Nyíregyházán, akkor számolják a Tiszavidéki Vasutat, a Pfaff-Ferenc félét, amit a II. Világháborúban lebombáztak, ami annak a helyén épült, az a kocka, és ami most van. Hogy ez a negyedik felvételi épület Nyíregyházán, szerintem az ötödik, mert a Magyar Északkeleti Vasútnak már de jure önálló felvételi épületet kellett építenie, mert egy önálló vasúttársaság volt. A Nyíregyházi vasútállomás helyszínrajzát mutatja Szemerei Ádám az 1871-ben jóváhagyott kiviteli tervdokumentációból. Ez is része a Vasutas Művelődési Ház bejáratánál lévő kiállításnak. Mai világ emberei azt gondolják, hogy a vasútvonalak a személyszállítás miatt épültek, de ez kicsit sem igaz. Minden vasútvonal kivétel nélkül a gazdasági érdekeket szolgálta, jellemzően a bányatermékeket, mezőgazdasági terményeknek a szállítását, illetve az építőanyagoknak az eljuttatását olyan vidékekre, ahol mondjuk nincsen a közelben kőbánya. Beszéljünk egy picit akkor konkrétan erről a Nyíregyháza-Ungvár vonalról. Ennek az építése mikor és hogyan kezdődött? Igazság szerint már az 1850-es években lett volna rá igény, viszont akkor sem a gazdasági, sem a politikai környezet nem tette lehetővé. Nagyon sokat számított két fontos dolog. Az egyik az, hogy Lónyai Menyhért, aki már az 50-es években is egy elismert gazdasági szakember volt, Tuzsérhoz kötődött. És miután komoly földbirtokai voltak, így neki is érdekében állt az, hogy a saját terményeit eljuttassa megfelelő piacokra, valamint nagyon sokat számított az, hogy megtörtént a kiegyezés a Habsburg uralkodóval, és így gyakorlatilag a hadügy, külügy, pénzügyet kivéve magyar, önálló, felelős magyar kormány létezhetett és intézhette az ország dolgait, így ezen belül a közlekedését is. Erről a vasútvonalról tudni kell azt, hogy az Ungvár környéki hegyekben nagyon komoly kincstári tulajdonú erdőségek voltak, és érdekében állt a kincstárnak ezt a faanyagot eljuttatni az Alföldre, ahol nem csak tűzifára, hanem építkezésre és minden egyéb dologra használták a fát, hiszen a homokon valamiből építkezni kellett. A Nyíregyháza-Ungvár útvonal kiépítésére a Magyar Északkeleti Vasút 1869-ben kapta meg az engedélyt. A hálózat első szakasza Debrecentől Nagykároig tartott közel 70 km hosszan. Ezt az engedély kiadása után két évvel, 1871-ben már meg is nyitották. Utolsó szakaszát a 47 kilométeres Legenye Mihályitól Kassáig tartó szakasz pedig 1873. október 22-én adták át. Mindössze két év alatt egy gazdaságilag jelentős 580 kilométer vasútvonalat vehettek birtokba a lakók és a gazdasági szervezetek. Ez gyakorlatilag az életet jelentette, összekötve a településeket a fővárossal és a vármegye székhellyel. Minden nagyobb építkezés, független attól, hogy vasút, vagy egy mondjuk egy szálloda, vagy bármi, sajnos mindig követel áldozatokat. Itt azért ez nem elsősor, nem annyira jellemző volt, itt idézőjelbe kell tenni az áldozatokat, inkább a politika, vagy a történelem, ha úgy tetszik, szólt bele, ugyanis az építkezés elhúzódott azért, mert kitört a francia-porosz háború, és nem csak a mérnököknek és munkavezetőknek, hanem a munkásoknak a nagy része is porosz származású volt, és egész egyszerűen hazarendelték háborúskodni őket. És gyakorlatilag volt olyan időszak, amikor a tizedére csökkent a
munkára fogható létszám. Hát ez pontosan ennyivel lassította az építkezést, és akkor még belejátszott az időjárás is olyan értelemben, hogy ugye abban az időben még a Tisza nem volt szabályozva, tehát arra folyt, amerre ő akart. Volt olyan, hogy konkrétan a már megépített töltést elmosta egy-egy áradás. Ugye nem csak magát a vasútvonalat kellett ilyenkor kiépíteni ebben az időszakban, hanem vasútállomásokat is. Hogyne, szép magyar szóval a teljes infrastruktúrát ki kellett építeni, így is szólt a szerződés. Tehát a szerződés az arról szólt, hogy fűtőházak, felvételi épületek, sőt lakóházak, laktanyák, ugye így hívták akkor, ezeknek is a komplett kiépítése része volt a vállalásnak, illetve a feladatnak. Mennyire voltak ezek az építmények, akár magára a vasútvonalra gondolok, akár az állomásokra tartósak? Mennyi idő múlva kellett újra hozzányúlni ezekhez? Meg kell nézni a kisvárdai állomásépületet, az akkor épült, 1871-ben, köszöni szépen, jól van. Természetesen szükség volt tatarozásra, javításra, meg felújításra, de éli világát. Nem járt úgy, mint sok kisebb állomásépület, amelyeket nagyon sok sérülést szenvedtek a II. Világháborúba, és több esetben döntöttek úgy akkori nagyjaink, hogy inkább lebontják, mint hogy feljavítják. Ezért aztán sikerült a 70-es évek elején megépíteni ezeket a lapos tetős kocka állomásépületeket, amit mondjuk Nyíregyháza és Záhony között ismerünk. És hát el lehet dönteni, hogy melyik tartósabb, a kisvárdai állomásépület vagy ezek. A kiállítás március 10-ig látható, azonban a vasút szerelmesei már most készülhetnek, hiszen nyáron lesz folytatása a kiállításnak, amely az 1947 utáni időszak legfontosabb mérföldköveit mutatja majd be az érdeklődőknek. Mindenképpen határvonalat jelent az, amikor 1947-ben államközi szerződésben eldöntötték, hogy Záhonyban a meglévő állomás mellé széles pályaudvart kell építeni, tehát magyarul az orosz nyomtávú vágányt át kell hozni a Tiszahídon, mert csappon nincs hova bővíteni. Ezért az egy teljesen új történet, amikor a mai Magyarország területén megjelenik a széles nyomtáv, és ennek aztán a továbbfejlődése egy teljesen önálló történet. Kedvező, hogy így szét lehet választani a történetet. Ha a vasút történelméért nem is rajong mindenki, abban biztos vagyok, hogy önök közül is sokan eljátszottak már a gondolattal, hogy milyen érdekességeket lehetne találni saját családjuk múltjában. Nemrég Varga Gergely István genetikus tartott előadást Nyíregyházán királyaink maradványainak genetikai azonosításáról. Kevesen vannak, akik ne ismernék Szent László király Hermáját. A tavalyi év egyik legnagyobb tudományos kutatási eredménye volt, hogy a Magyarság Kutató Intézet archeogenetikai vizsgálatokkal igazolni tudta, hogy a fej erekje tartó valóban a lovak király koponyájának egy részét tartalmazza. Az ilyen és ehhez hasonló kutatások hátteréről tartott előadást csütörtökön az intézet genetikusa Varga Gergely. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség közösségi termében tartott eseményt a hét határon túl családkutató egyesület szervezte meg. A Magyarság Kutató Intézetben a magyar királyok maradványainak az azonosítását végezzük, és az ezzel kapcsolatos genetikai vizsgálataink eredményeit mutatom be ebben az előadásban. Amit most bemutatok, ez az első fázisa a kutatásnak. Itt a egyetlen Árpádházi királyunk, III. Béla maradványai maradtak ránk, illetve Szent László győri Hermájában őrzött erekét is vizsgáltuk, és ennek a két maradványnak a genetikai vizsgálata az, ami eddig megtörtént, illetve azonosítottunk még egy Árpádházi személynek a maradványait, akinek a
személyazonosítása folyamatban van. Elsősorban molekuláris biológiai módszerekkel nyerjük ki a DNS-t a maradványokból, illetve elvégezzük a mintáknak a szekvenálását, és ezt követően pedig bioinformatikai módszerekkel dolgozzuk fel a szekvenciákat, és populációgenetikai, illetve filogenetikai vizsgálatokat végzünk, rokonsági fok megállapítást, kromoszomális nem meghatározást végzünk, és ezek alapján igyekszünk meghatározni az adott maradványok személyazonosságát. Varga Gergely hozzátette, az előadásban megmutatott kutatási módszereket a hétköznapokban családfakutatással foglalkozók is hasznosítani tudják. Nagyon hasonló, vagy esetenként ugyanazokat a módszereket használjuk mi is, mint amit egy mai modern DNS vizsgálat során elvégeznek. Így aztán a családfakutatók körében is egyre népszerűbb genetikai vizsgálatokhoz így tud kapcsolódni ez a terület, illetve maga a személyazonosítás az is egy családfa elemzéssel történik, így aztán így két ponton is kapcsolódik az előadásom a családkutatáshoz. A Hét határon túl családkutató egyesület másfél éve alakult meg, amely területében Szabolcs-Szatmár-Bereget és a vele két határos vármegyét fedi le. Nagy István, az egyesület elnöke elmondta, a kutatásokon túl számos történelmi témájú közösségi esemény megszervezésében vállaltak szerepet, munkájukat pedig a jövőben a Nyíregyházi Evangélikusok Egyházközsége is támogatja. Egy kicsit több mint másfél éve alapítottuk az egyesületünket, folytattuk a korábban a Szabolcs vármegye és a velehatáros vármegyék Facebook csoportban elkezdett munkát. Azóta megtartottuk a harmadik helytörténeti családkutató konferenciáját. Megyehatáron túl is tartottunk most már előadásokat, konferenciát Hajdúsámsomban, illetve megemlékeztünk az 1848-49-es szabadságharcban Mártír halált hat hősökről, a 199 éve született Balkányi Szabó Lajosról, ő neki például Kossuth-nótát köszönhetjük, illetve három szakmai együttműködési megállapodást kötöttünk különböző intézményekkel. Legutóbb a Nyíregyházi Evangélikus Egyháza kötöttünk egy ilyen megállapodást. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a mai esemény az első gyümölcse ennek a megállapodásnak. A Családkutató Egyesület ennek apropóján idén az evangélikus tirpákok betelepítésének 270. évfordulójáról is megemlékezik, akik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy később Nyíregyháza vált a vármegye székhelyévé. Az egyesület az eseményen tiszteletbeli tagot is választott, a díszoklevelet Pócsi Zsolt, Nyíradony helytörténeti kutatója vette át Nagy István elnöktől. Társadalmunkban egyre fontosabbak a civil szervezetek. Munkájuk elismeréseként a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei civil közösségi szolgáltató központ minden év elején három személyre vagy egyesületre hívja fel a figyelmet. A díjat idén a romániai máltai szeretetszolgálat szatmárnémeti kirendeltsége, Pap Krisztián Sándor, valamint a Szatmár Néptánc és Népművészeti Egyesület kapta. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei civil közösségi szolgáltató központ immár negyedik éve adja át, 2020-ban indítottuk el azt a vármegyei civil díj akciót, aminek keretében minden évben három civil szervezetet díjazunk, minden esetben két szervezetet, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből és egy határon túli külhoni magyar közösséget, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye három határmenti megye. Ebben az évben három díjazottunk. Egyrészt a határon túli díjazott az a Máltai Szeretett Szolgálat Szatmárnémeti Fiók Szervezete. A Máltai Szeretett Szolgálat Szatmárnémetivel 25 éve végzi azt a munkát a helyi nehéz sorsban élők, hajléktalanok, szociálisan hátrányos helyzetűek, önkéntesség területén már több generációt vittek bele az önkéntes munkába, és az idősek, az elesettek, a nagycsaládosok, a hátrányos helyzetű honfitársaink, nemzettársaink segítése érdekében azt gondolom, hogy ez egy kiemelkedő munka. Úgy építettük fel a rendszerünket, hogy minden korosztályból legyenek önkénteseink,
A legfiatalabb önkéntesünk most 4 éves, a legidősebb ifjúsági tag pedig 35, mert hogy 35 évig vannak. Tartozik valaki ifjúsági csoportba, és különböző tevékenységeket szervezünk, nyilván korosztály szerint. Havonta vannak témáink, most a február témája az a hajléktalanok segítése jól, mert ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy attól már veszünk, vagy adunk ötlet egy hajléktalannak, azzal mindent megoldunk, és a szívünk megnyugszik, mert segíthetünk, és akkor világbéke van. Mi azt tanítjuk az önkénteseinknek, nyilván játékokon és élményeken keresztül, hogy hogyan kell úgy segíteni, hogy az jó segítés legyen. 15 éve önkénteskedek, már 16. éve vagyok jelen szervezetben, sok mindent láttam, de gyereket állva elaludni nem. Tehát a húsvét szombatja, mindenki ugye templomba vagy a családdal otthon, mi kint voltunk a határon és fogadtunk több mint 100 áraházból érkezett gyereket, akiket beszállítottunk egy táborhelyre. Igazából a táborhely ez a Boróka Gyökér Egyesület Szatmárnémetiből, ők hagyományőrző egyesület, de ők is teljes mértékben partnereink voltak, ott volt lehetőség elszállásolni, étkeztetni őket, és szombat éjszaka ugye megérkeztek több mint 100-an, és ugye a szállásolásnál és az elhelyezésnél ott magasztalt. Tehát én ott láttam konkrét életemben először gyereket állva elaludni. Tehát szó szerint állva elaludni gyereket. Kimegyük volt. Ez az egyik, amiket én ki szeretném emelni, amit én itt tapasztaltam életemben először, illetve egy idős bácsi, aki életében a faluból sem volt kint, és egyszer csak egy idegen országba ébredt, úgymond. A lánya ő Csehországba él, és a bácsikát el kellett juttassuk a lányához biztonságba. Legjobban, amit sajnált a bácsika, az ugye a tyúkja is, az állatai is, a stb. Illetve nagyon meg volt ijedve, nagyon meg volt rémülve, mert hogy szó szerint életében a faluból sem volt ki. Most pedig ugye elindult a nagyvilágban. Nagyon örülünk, nagyon szépen köszönjük az elismerést, viszont számítani nem számítunk, mert hogy nyilván nem azért csináljuk azt, amit csinálunk, nem azért önkénteskedünk, hogy a vállunkat veregesse bárki, és nyilván jól esik, és a morálnak jót tesz, nem csak nekünk, hanem az önkénteseinknek is. Nyilván nem ezért csináljuk, viszont hogyha ilyen alkalom adódik, akkor nyilván meg szoktuk köszönni, és mindig kiemeljük, hogy azt nem egy ember kapja, hanem minden egyes önkéntesünk, a 4 évestől a 84 évesig mindannyian. Pap Krisztián Sándor, református lelkész, nagy tiszteletúr személyében pedig egy olyan egyházi, civil, zenész és egyben vállalkozó embert tüntettünk ki, aki maga azt a civilséget, amit ebben a megyében az jelent, hogy próbáljuk az életünket úgy élni, hogy a teljes közösség javára, azt gondolom, hogy ezt az életutat példázza, hogy vállalkozóként, egyházi emberként is lehet a helyi közösség érdekében tenni. Olyan sok mindent megélhettem az életben, meg sok mindennel foglalkoztam, meg foglalkozok, hogy ehhez kellett ez is. Hát így az összegzés adta magát, úgy gondolom. Ugye én több fronton élem meg a mindennapjaimat, egyrészt református lelkész vagyok a nyíltéti gyülekezetben, illetve cégvezető vagyok, Újfehérton száraz terményekkel foglalkozunk, így aktív vagyok mind az egyházi és mind a világi életben, a kettőt össze tudom kapcsolni, és így tudjuk megélni a civil életünket, illetve az egyházi életünket egyaránt. Én úgy gondolom, hogy főleg a koronavírus utáni időszak következtében egyre nagyobb igény van rá, előtte is, de megmutatta, hogy a közösségeknek nagyon nagy szerepe van a mindennapi életben. Fontosak akár a kisebb, akár a nagyobb összejövetelek, baráti összejövetelek, hivatalos összejövetelek, egyházi, világi, minden fontos, úgy gondolom. Természetes, hogy ha csak a gyülekezeti életet vesszük, a fiatalokra szükség van, a középkorúakra és az idős gyülekezeti tagokra egyaránt. Ezek a civil szervezetek nagyon komoly munkát végeznek. Ilyen komoly munkát végez itt Mátészalkán és az egész szatmári térségben, a történelmi Szatmárban a Szatmár Néptánc Együttes. A Szatmár Néptánc Együttest minden településen ismerik, ismerik minden generációban, hiszen a fiatalok generációról generációra jönnek hozzájuk, és én azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog, hogy a mozgással, a társasággal, a névtánc átadásával kultúrát
és szabadidős tevékenységet teremtenek a fiataloknak. 78-ban alakult a Szatmár táncegyüttes, és 91-ben a kézművesekkel, Balogné Béres Györgyi által vezetett kézművesekkel kiegészülve lett, illetve alakult meg az egyesület, és köszönet illeti azokat a táncosokat, zenészeket és kézműveseket, akik évtizedeken keresztül az egyesület tagságát bővítették. Mit jelent? Hát hihetetlen, nemrégen kaptuk meg a megyei Prima díjat, és ezután egy ilyen díj, azt szokták mondani, haba tortán, de amikor az egyesület tagsága, szerintem mindenki nevébe beszéljetek, teszi a dolgát, és hittel végzi a munkáját, illetve nem is munkának mondható ez, hanem élethivatásnak, vagy kinek mi, de egy értelmes célú, gondolom, akkor megfogalmazódik mindenkibe, hogy, és megerősít bennünket abba, hogy érdemes ezt csinálni, és ha a külvilág így elismer bennünket, és szükség van rá, akkor folytatni kell a megkezdett utat, bármilyen nehéz legyen is az, és mi ezt fogjuk tenni továbbra is. Azt gondolom, hogy mi a hagyományt őrzünk. Felmerül a kérdés, hogy miért. Hát egyrészt a hagyományt nem úgy kell őrizni, mint posztalőportornyot, hanem úgy, mint veszt a szüzek a tüzet. Folyamatosan éleszteni kell, hogy ki ne aludjék. És ha van ember és közösség, vagy szimpatizáns, aki ezzel egyetért, vagy végzi ezt, akkor biztos, hogy nem fog kialudni ez a tűz. Többféle módszerre próbálkoztunk a 80-as évektől kezdve, de az a kettő vált be, amit most is alkalmazunk. Egyrészt egy meglévő közösséggel megjelenni mindenféle szinten, minden alkalommal, ahol csak tudunk. A másik pedig az, hogy kicsi gyerekekkel kell felmenő rendszerbe foglalkozni, és erre partner Máté Szalkai, illetve a környékbeli általános iskolák intézményei is sorolhatnám. Tehát ha kicsi korba a gyerekeket megismertetjük ezzel, illetve felkínáljuk nekik nyilván a 21. századi mindenféle mellett, ez a kötelességünk és ez a felelősségünk, hogy ezt megtegyük, mert ha nem ismerik meg a gyerekek ezt, akkor nem is tudják, hogy létezik. És ha ezt felmenőrendszerbe, akár a művészeti iskolán belül, vagy a táncegyüttesen, vagy a kézműveseken, vagy a zenészeken belül tudjuk ezt megcselekedni, akkor biztos, hogy ennek lesz hatása. Nyilván ehhez elkötelezett ember kell, aki szívvel, lélekkel ezt csinálja, és a lelkéből ad. Én mind a három díjazottnak gratulálok. Azt gondolom, hogy az elmúlt években a veszélyek korában, a Covid időszakában a civil szervezetek példán mutattak abból, hogy a bajban is segítenek, és a civilek napja egyben alkalom arra is, hogy a díjazottakon keresztül az egész civil szektor munkájára felhívjuk a figyelmet, és megköszönjük minden civil szervezetnek, minden településen, itt a megyében és határon túl azt a munkát, amelyet végeznek. Szabolcs-Szatmár-Vereg vármegye több azáltal a munka által, amelyet itt a civil közösségek végeznek. A műsoridő végéhez közeledik a mai víkend, de néhány programot még ajánlunk a figyelmükbe. Kisebb szünet után újraindulnak a vetítések Nyíregyházán a Kródi moziban. Március 1-től színvonalas sikerfilmekkel várják a filmrajongókat. A sort a Tölgy az erdő szíve című francia természetfilm indítja, később látható lesz például a Volt egyszer egy nyár, vagy a John Wick 4. felvonás. De lesz Oscar jelöltek napja és frankofón filmnapok is. Három fordulós környezetvédelmi vetélkedőre várják 7.-12. osztályos diákok 3-4 fős csapatainak jelentkezését. A vetélkedő témája a fenntartható és egészséges étkezés kialakítása a húsfogyasztás csökkentésével. A két elektronikus forduló után a legjobb csapatok Budaörsön mérhetik össze tudásukat a Save the World nagy főzősóján, azaz a döntőben.
Hivatalosan is megnyitja a szezont a Sóstói Múzeum falu március 15-én. Az ünnepi műsor huszárok felvonulásával kezdődik, majd a Görbeszék társulat ad műsort. A nap folyamán a Szabolcs Néptánc Együttes tart táncházat, és az érdeklődők a Kisvárdai Huszár Bandérium lovas ügyességi bemutatóját is láthatják. Egész nap lesz falusi vásár, kézműves foglalkozás és népi játszóudvar is. A korábbi hegymenetes kutyás túrákkal ellentétben most síkterepre, a Hortobágyi pusztára szervezik a Pumitali túrát. Fokozottan védett természetvédelmi terület, ahol akár őzekkel, nyulakkal és rókákkal is lehet találkozni, ezért a kutyákat csak saját felelősségre lehet levenni a pórázról. A 9 lyukú híd lábától indul a túra az 5 kilométerre lévő Gémeskúthoz. A könnyed sétához bármilyen fajtájú kutyával, de akár kutya nélkül is lehet csatlakozni. Tűz, szenvedély, szerelem. A méltán ismert és elismert Talamba ütő együttes ezúttal a nemzetközi hírű Fuvola művésszel, Horgas Eszterrel lép színpadra. A Francia Szerelem című előadás tulajdonképpen egy időutazás, sok-sok ötlettel, különleges zenei megoldással, talambásan fűszerezve. Megelevenedik Carmen, a gyönyörű, de safety broke könnyelmű cigánylány szerelmi története a Fuvola és a közel 500 ütő hangszer segítségével. Egy fantasztikus Majka koncert lesz március 23-án Nyíregyházán a Continental Arénában, ahol az ország legismertebb és legsikeresebb rappere egy hatalmas koncerttel és egy eszméletlen bulival várja a rajongókat. A koncert különlegessége, hogy a jól ismert dalok, mint a Belehalok, az Elvitted a szívemet, vagy a Mindenki táncol, ezúttal swing stílusban szólalnak meg. A rapper körül pedig profi táncosok forrósítják a hangulatot. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Weekendbe, remélem nem bánták meg, hogy velünk tartottak ma is. Tegyenek így a jövő héten is, ugyanebben az időpontban várjuk majd önöket újabb érdekes témákkal. Addig, ha tehetik, pihenjenek sokat. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!